Sziasztok! Ez a Változatosság íze, a Míle főzősorozata, amiben azt mutatjuk meg nektek, hogy a korszerű konyhatechnológiák segítségével milyen egyszerűen lehet kihozni a szezonális alapanyagból is a maximumot. Ma egy igazi szép őszi alapanyagot hoztunk, úgyhogy a főszereplő az nem más, mint a gomba. A főzőtársam pedig Keve Marci lesz, a 101 biztos séfje. Marci, te mit készítesz? Sziasztok! Jaozikat fogunk készíteni. Jaozi, az mi? Ami pedig egy kínai batyucska, amit gombával, tofuval, mizóval és egy tojásrántottával fogunk megtölteni. Én pedig egy sertésszüzet hozok nektek, egy ilyen barnavajas szójás gombaragúval és sütőtök pürével, egy igazi umami bomba. Két fő alkotó eleme van ennek az ételnek, az egyik a sertésszűz, amivel nagyon szeretek dolgozni, mert ugye ez a sertésnek a legnemesebb része, és nagyon-nagyon egyszerűen el lehet készíteni. A másik pedig a gomba, amihez én most egy teljesen sima csiperke gombát használok, de pont azért választottam egy csiperkét is, mert az tényleg bárhol és bármikor hozzáférhető, és nagyon klasszul működik ezzel a szójás, barnavajas, umami bombával, egy ilyen igazi, brutális ízbomba. A sertésszűz elkészítésénél igazából csak arra kell figyelni, hogy ne süssük túl. És én egyébként azt szoktam csinálni az egyszerűség kedvéért, hogy 3 ilyen nagyobb darabban felvágom, ugye ezt lehetne egészben is sütni, de így szerintem még egyszerűbb. Első körben csak só, bors jön rá, semmi más, és akkor ezt először körbepirítom nagyon-nagyon forró serpenyőben, utána pedig egy ilyen hiper-szuper maghőmérő sütőben fogjuk majd úgy elkészíteni, hogy tényleg tökéletes legyen az állaga. Egy icipici vajat hozzáteszek, és akkor megmutatom nektek ezt a hiper-szuper maghőmérő sütőt, úgyhogy először kiveszem a sütőből a maghőmérőt, azt beleszúrjuk a húsba, és úgy kerül majd be. Érdemes ezt a maghőmérőt a húsnak a legvastagabb részébe szúrni, ugye ott érzékeli a közepét, és ez így, ahogy van, tehát magával a maghőmérővel együtt megy be a sütőbe, ami egy hiper-szuper technológia. Azt beszéltük pont Marcival, hogy tényleg nem is kell tudni gyakorlatilag főzni, mert ez a konyhatechnológia és ez a sütő mindent magától kiszámol és beállít, és kinyílik majd a sütő, amikor kész van, szóval elég menő. Ez már űrtechnológia. Űrtechnológia, igen. Sertésszűz el is készült, ugye ez a szuperokos sütő, ez érzékelte, hogy mikor érte el a megfelelő maghőmérsékletet, 70 fok egyébként a sertésszűznél, kinyitotta magától az ajtaját, úgyhogy nekem már csak annyi dolgom van, hogy kiteszem, és várok egy picit, ugye minden sült húsnál a pihentetés az egy nagyon fontos dolog, és ez azért klassz, mert ez a szójás, barnavajas gomba, ez tényleg 3 perc alatt elkészül, ilyen picik, ráadásul nagyon cukik, a nagyobbakat egyébként esetleg fel lehet nagyobb darabokra vágni, csak azért, hogy szebb karamellizált felülete legyen ugye a vágott résznek, de gyakorlatilag bármilyen gombából lehet készíteni. Boldizsár majd azért mesél a gombákról, úgyhogy lehet, hogy azért én lopok innen egy ilyen vargányát mondjuk, ami azért szintén még dob majd ezeken az erőteljes, karakteres, erdélyi őszi umami ízeken. Azért Marci, megkérhetlek, hogy ezt egy kicsit megtisztogatod addig? Ennél a gombánál tényleg az a magic, meg az a csoda, hogy itt összesen 3 alapanyaggal dolgozunk, a gombával, vajjal és a szójaszosszal. És ennek a 3 alapanyagnak a harmóniájából, meg a találkozásából egy olyan elképesztő ízharmónia és ízbomba születik, hogy tényleg semmi más nem kell hozzá. Úgyhogy ez nagyon klassz, először egy kis vaj. Ugye ez a barna vaj, ez az egyik legjobb ilyen természetes ízfokozó. Kösz, ó, milyen illata van, ez meg is érkezett. Jó, magyarós vaj. Aha, hú, de jó illat. Hú. És akkor most hozzájön a szójaszósz, abból nem kell sok, tehát tényleg ilyen 2 evőkanál, és hogy itt a szójákkal azért lehet játszani, tehát például lehet kapni ilyen gombás szójaszósz, ami még jobban kihozza ezeket az ízeket. Kicsit még mozgatjuk, és ilyen sziruposan ez a barnavajas, szójás, kis lévékony lé, ez így bevonja a gombát. Én is elég gomba akarok lenni. És te is gomba akarsz lenni? Egy ilyen szójás barna vajban, fürdőgomba. Tálalás következik, ugye 3 elemből áll össze ez az étel. Készítettem egy sütőtök pürét, ezt Hokkaido tökből készítettem, és én mindig úgy szoktam ezeket a püréket, vagy sütőtök püréket előkészíteni, hogy a tököt megsütöm, és utána egy pici forrón, még egy kevés alaplével és egy pici vajjal turmixolom, és semmi más nincs benne. Itt is ugye annyi minden történik, meg igazából a gomba viszi el a sót, úgyhogy nincs ez sem túl fűszerezve. Nagyon szép. Jó, na, amúgy teljesen jó, igen. Szép rózsaszínű, szaftos, úgyhogy a sütő tökéletes munkát végzett. Közben itt átcsinálom a vargányát, ez az úgynevezett... A tökéletes falat. Séfkatona. Milyen? Nagyon jó. Nagyon jó? Nagyon jó. Akkor erre jön ugye ebből a gombaragúból. Itt még ebből a szójás, barnavajas kis mártásból köré rakunk. Sertésszűz, szójás-barnavajas gombával és sütőtök pürével igazi őszi, villantós vacsora, vagy akár egy gyors hétköznapi fogás. Úgyhogy Marci, nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit fogsz majd a gombákból készíteni. A gombák felelhetők erdőkön, mezőkön, ugyanakkor az fontos kiemelni, hogy manapság inkább termesztett gombát fogyasszunk, azon belül is csipelke gombát. Hazámban kimagasló gombatermesztés így exportra is jut, és ez egy olyan fontos alapélelmiszerünk, amit nem szoktak permetezni. A vadon termő gombák a mai napi kuriózumnak különlegességnek számítanak, ilyen például a vargánya, rókagomba, vagy akár hüzike, vagy a mezei szegfűgomba, aminek késő tavasszal van a szezonja, ugyanakkor az erdélyi gombaszezon leginkább az őszhöz kapcsolódik. Én azt javaslom, hogyha lehet, akkor papírzacskóban tároljuk a gombánkat, mivel ez elszívja a felesleges nedvességet, ugyanakkor, hogyha a szupermarketben már kész csomagolásban vesszük meg a termesztett gombát, akkor így is mehet be a hűtőbe. Lehetőleg minél hamarabb fogyasszuk el a gombákat, és ne tároljuk hosszan. A vásárlásnál ügyeljünk arra, hogy friss, épp külsejű gombát vegyünk, keményebb állagú, rothadástól és nyálkásodástól mentes legyen. A gomba megmosása alapvetően nem ajánlott, ugyanakkor, ha meg kell mosnunk, akkor mindenképp előkészítés feldolgozás előtt és töröljük szárazra. A gombát nem kell meghámozni, ugyanakkor sokan nekiállnak, egyrészt időpocsékolás, másrészt csökken az ásványanyag és vitamin tartalma. A gombák alacsony kalóriatartalommal rendelkeznek, ezért kifejezetten ajánlom cukorbetegeknek és diétázóknak, nagyon egészséges és kiváló húshelyettesítő. Ha szeretnénk jobban megismerkedni az erdei gombák világával, akkor érdemes szerintem a rókagombával kezdeni, szokták csirkegombának is nevezni. Egyrészt könnyen elkészíthető, másrészt egy kicsit a csirkére hasonlít az állaga is, meg az íze. Vargánya, ami még szintén egy igazán közkedvelt, ez nagyon jó szállítva, de akár le is fagyaszthatjuk, frissen a lehető legjobb. Nagyon húsos gomba, ősszel a lehető legjobb. Itt van még a termesztett shiitake is, laska gomba, ezek is kiváló gombák, érdemes megismerkednünk ezekkel is. Ez alkalommal egy egészen különleges batyúféleséget fogunk készíteni, aminek az a neve, hogy Jaozi, amiben alapvetően húst szoktok tölteni, de a főszereplő nálunk a gomba lesz. Erdei gombákat fogok használni, vargányát és rókagombákat, illetve fafűgombát. Íze nem sok van, ellenben egy nagyon különleges állagot tud belevenni az ételekbe, amiben az ember belerakja. A tésztával fogjuk kezdeni. A rétesliszt azért jó, mert egy kicsit alacsonyabb a glutén tartalma, ez egy picit olyan gumisabb lesz majd a tészta. Az alapképlet végtelenül egyszerű, fél kiló liszthez fele mennyiségű vizet használok, illetve egy csipet sót. Most bele is öntöm azt a vizet, és utána be fogom rakni a tészta dagasztógépbe, és addig dagasztom, amíg egy ilyen homogén állagú tésztagombóc nem lesz belőle. Ezt követően berakom a hűtőbe, és pihentetni fogom úgy megközelítőleg egy órát. És addig elkészítjük a tölteléket. Egy picikét még én itt kézzel átgyúrtam, látszik, hogy nagyjából már homogén, de azért vannak rajta ilyen kis rücskök, de ez nem probléma, mert pihenni fog egy picikét, és akkor majd a végén, amikor kivettük, akkor lesz tökéletes. De hogy ezt szerintem érdemes amúgy nagyjából frissen megcsinálni. Amúgy ez egy végtelenül egyszerű dolog. Tehát, hogy itt igazániból a kis kézműves munka, ami benne van ebben az egészben, az adja meg a valódi értékét. Én szeretem úgy csinálni ezeket a batyukat, meg bent az étteremben is, hogy egyszerre többen beállunk, és akkor sokat hajtogatunk. Ez egy ilyen jó közösségi aktivitás, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy próbálják ki otthon, hogyha nem is pont ezzel a tölteléket, de bármi mással. Tészta pihen. Most én sajátosan kiválasztottam a rókagombát, meg a vargányát, amik a kedvenceim, de bármit lehet használni. Le fogom ezeket pirítani csak simán olajon, és erős hőn fogom ezt csinálni. És én a brutális funkciót be fogom kapcsolni most itt a... B mint brutál, ugye? B mint brutális. Én szeretném, hogy minél több pörzsönya keletkezzen rajta, mert annál inkább mélyíti ezeknek a gombáknak az ízét. B. Aha, nagyon jó lesz. A kis adagokban dolgozok. Ennek is megérkezett az illata. Elképesztő. parfümkészítőknek üzenném ezúton, hogy ha feltalálnák a rókagombás parfümöt, akkor én venném. Ilyen erdőfa? Tehát, igen, ilyen kicsit fenyő, kicsi moha. Aha, de jó. És most itt kiemelném, hogy a serpenyőben itt vannak ezek az ilyen gyönyörű, szépen kicsikét ilyen lekaramellizálódott gombadarabkák. Tojásrántot készítek benne. Nagyon kevés só. Ez a lényeg, hogy a tojással együtt én elkezdem szépen felkapargatni így a gombának az ilyen kis odasült részeit. Ízesíti a tojást, illetve ugye nekünk a tojás egy állagot fog adni majd a batyukban. Hát vagy így, akkor ez jöhet egy pirítósra. Itt ezen a ponton ennek tökéletesen működik az egyenlet egy pirítóssal is, de mi ennél tovább megyünk egy kicsivel. Tehát látszik, hogy szép száraz, és egészen aprócska darabokra is szétesett. Közben addig annyit hűlt a gomba, hogy szerintem most már egy egészen kezelhető lesz. Gombát nagyobb darabokra csapkodom. De szeretem, hogyha maradnak benne ilyen nagyobb darabok. Következő lépésben fel fogom csapkodni a tofut. Szerintem egy szuper fehérjeforrás. Amikor fölni fog a kis batyukánk, akkor nagyon sok kis szaftot fel fog szívni. Ez megy a gombámhoz. Ez a barack itt inkább csak egy kis édességet, meg savanykárságot fog belevinni itt a batyukáinkba, illetve még az aszalt sárga baracnak megvan az a csoda tulajdonsága, hogy rendkívül illatos. Fafűgombát érdemes kicsavarni, hogyha eleget ázott, akkor azért hajlamos picit még kiadni magából. Talán ez az egyetlen olyan alapanyag, aminél törekszem arra, hogy minél finomabbra vágjam. Kerül bele ristészta. A ristésztánk itt megint csak arra szolgál, hogy jól felszívja a tölteléknek az ilyen keletkező nedveit, amíg az ember süti, főzi. Már csak a tojás hiányzik, ezt hagytam hűlni picit, és hozzárakom a töltelékhez. Tehát így átkeverem, így próbálom megmutatni, hogy ez hogyan néz ki. Szerintem ez így hűen visszaadja ezt az őszi hangulatot. Mint egy ilyen őszi avarszőnyeg. Most be fogom ízesíteni. Ebben segítségemre lesz a sárga miso. Ez egy fermentált szójabab paszta. Rendkívül ízgazdag. Kívánkozik bele még egy kis fehér bors, illetve egy icike-picike szójaszósz. Jó kis gombás. Igen, meg azt mondtad, hogy ez a jó állaghalmaz, hogy nagyon jó, hogy rágni lehet, nem egy ilyen pép. Nagyon jó. Megpihent a tészta. Látszik, hogy relaxált, jól érzi magát, most neki is állok kihajtogatni. Hát először ketté hajtom, és én nem szoktam kiméregetni, elég szemre nézni nagyjából, hogy mekkora. És szépen, hogy ne száradjon ki, kell neki egy kis liszt. Hát először kézzel fogom szépen, és így lenyomkodom a sodrófám. Ezek kifejezetten batyúzni vannak. A célom az az, hogy a széleit elvékonyítsam, viszont a közepének kicsikét vastagabbnak kell lenni. Amikor az ember elkezdi behajtogatni a batyút, ugye középen ez a vastagabb tészta az, ami képes még nyúlni, és hogyha jól végeztem a dolgomat, akkor a tészta gyakorlatilag tetőtől talpig ugyanolyan vastagságú lesz. Lehet csinálni egészen nagy batyukat, lehet csinálni egészen kis batyukat, de úgy tartja a népi bölcsesség, hogy maximum két falatnak kell lenni egy batyúnak. Megvan a kis tésztám, amit kinyújtottam, és most jövök a töltelékkel. És először összecsípem a végét. Miután összecsíptem, egyet hajtok rajta, tehát a mutató ujjammal szépen egy kicsikét betolom ezt a tésztát, közben a hüvelyk ujjammal letolom a tölteléket lefelé, ugye ahol a vastagabb része van. És utána ezt addig-addig ismétlem, amíg nem érem el a tésztámnak a végét. Ugye akkor igazán szép egy jaozi, hogyha minél kisebb kis csíptetések vannak rajta, és arra kell törekedni, hogy az egyik hajtásnak a végén, azaz itt kezdjük el szépen behajtogatni, és akkor lesz belőle egy ilyen kis félhold alakú batyucska. Kedves nézőknek szeretném megmutatni ezt a gyönyörű szép bambusz gőzölőt. Ez nagyon jó. Ebből fogjuk elkészíteni. A mille gőz párolót fogjuk használni, de otthoni körülmények között simán meg lehet főzni vízben is. Megmutatom a kamerának, hogy mit csináltunk. Wow. Ezt utoljára ilyet szerintem 10 éves koromban csináltam, viszont nagyon hasznos, ugyanis a gőzölőbe kell ez a kis betét, mert hogyha az ember enélkül rakja rá, akkor letapad. Mondjuk lehetne egy salátalevél vagy káposztalevél is, igen, nem? Igen, abszolút. Rakosgassam körbe? Ha, rakosgass körbe. Már eleve egyébként önmagában ez így annyira jól néz ki, nem azért ezt mutassuk meg, ez olyan szép. Be is rakom a sütőbe, gyakorlatilag 100%-os gőz képes csinálni. 15 perc alatt tökéletesen fog főni, annál több valószínűleg nem kell neki, de hogyha valaki esetleg egy kondérvízben főzné, akkor elég neki bőven 5 perc. Addig megcsináljuk hozzá a mártogató szószt. Két elemből áll, az egyik az a szójaszósz, a másik pedig az ecet. Hogyha valakinek van málnaecete, vagy almaecete, vagy bármilyen fajta ecet, minden tökéletesen működik. Olyan fele-fele arányban összeöntöm. Ugye én most egy ilyen kínai fekete ecetet használok, de bármi is lehetne. Kicsit megkeverem, megkóstolom. Jó intenzív, de ennek ilyenek kell lennie. És kedves nézők, eljött az igazság pillanata, meggőzölődött a batyunk, úgyhogy ki is fogom venni. De szép! És készen is vannak. Ó, ez gyönyörű. Nagyon szép lett. Nagyon finom. Nagyon finom. Az őszi szezonban tehát a gomba volt a főszereplőnk, két teljesen különböző ételt hoztunk nektek, mint minden epizódban. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és kövessétek a változatosságize.hu honlapot is, ahol egyébként ott lesznek a pontos receptek is, sőt, még nyereményjátékokkal is találkozhattok. Sziasztok!